Isten áldja meg mindenkit, aki itt van és hallgatja ezt a tanítást. Folytatjuk a második fejezetet, a üdvözítő hit, ez a kulcs a Bibliában, mert ugye már tisztáztuk azt, akinek nincs hite, nem jut természet fölötti hitre, nem lesz neki üdvössége. És hát ezért tartjuk olyan fontosnak, hogy erről tanítani kell, hogy mindenki ismerje föl, hogy a üdvösséget csak természet fölötti hit által tudja átvenni. Mert nem az ima, hanem a hitből való ima gyógyítja meg a beteget. Szóval azt, hogy csak imádkozol, az nincs mellette hit, nyekergés, attól még ugyanaz beteg marad. Hit nélküli ima időpazarlás. Puszta vallásos gyakorlat, egyetlen eredménye az, hogy eltelik az időd, és untatod Istent vele. Ennyi az értelme a hit nélkül imának. A hitből való ima fordítja el a bűnöst a tévejgő útjáról, és fedezi el a sok bűnt, Jakab levele írja 5. fejezet 20. verse. És ez nagyon-nagyon fontos. A hit és a hitetlenség együtt van, sajnos szinte mindig a hitetlenség győz. Ha elkezdesz hitre jutni, a rokonaiddal, munkatársaiddal kapcsolatban majd meglátod, hányan megtérnek körülötted. Ha igazi hit van, úgy mész ki evangélizálni, nem úgy mész ki, mint annak idején mi rendszeresen jártunk ki, még amikor abban a gyülekezetben voltam, ha menjünk ki, úgy sáll velünk szóba senki. Így mondták a többiek. Mert már kijártak 13 éve, valóban nem állt velünk szóba senki. De nem is volt hitük, sajnos ott a gyülekezetben egyébként sem, mert fél gyülekezet már műtve volt az orvosoknak. Beleértve a pásztort is. Ha nyöszörögsz, síránkodol, jaj, veszékelsz, és eközben imádkodol, nem igazán kaphat semmit se. Mert nincs ott a hit. Ez tiszta testi lelki. Ha azonban hittel, hatalommal imádkodol, választ kapsz a mennyből és meghallgatást. Amen. Amen. Hittel való ima fölsüvít egyenesen az Úr elé. Nézzük meg Galata 2.16-ot. Az ember nem igazol meg a törvény cselekedeteiből, hanem Jézus Krisztusban való hit által. Szóval igaz keresztény sem tud soha lenni, ha hit által nem igazolsz meg. Ennyire fontos a hit. Szóval mindenhol láthatjuk az igéből sír, hogy mennyire kell hitre jutnunk mindnyájunknak, kivétel nekünk. Galata 3.10 ezt írja. Akik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak. Mert az is hit nélküli. Törvény. Farizeusi. Vallás. Minden törvényből teszünk, de Istent még meg se ismerték, és hitük sincs semmire. Javarésze ezeknek, és hát ugyanúgy ugye, úgy állnak az orvoshoz, meg a gyógyszert más a számra kapkodják befelé. Mert abban bíznak. Galata levél 3.7 ezt írja. Értsétek meg tehát, hogy aki hitből vannak, azok az Ábrahám fiai. Na figyeljetek testvérem, egy picit meg kell állni. Ki az Ábrahám fia? Ábrahám fiai fognak üdvösséget nyerni? Igen. De kik ezek? Akik hitre jutottak. Azok nem az Ábrahám fiai. Nincs is üdvösségük. Nagyon fontos. Galata levél 3.26 ezt írja. Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Ki az Isten fia? Aki Jézus Krisztusban van, a hite által újjá született. Ha úgy nem Isten fia, hogy meri azt ő kivondani, neki üdvössége van? Dehogy van. Hát nincs is az Úrnál. Nem is született újjá. Nem is tudta átvenni azt a kegyelmet. Mert valóban kegyelem van mindvégig, üdvösség ingyen van, tudjuk, mi is ezt mondjuk. De hozzáteszünk még azt is, hogy azt nekünk kell átvenni, nem hátradőlni. Nagyon-nagyon fontos. A római levél 8. fejezet 15-17-es verse ír, fiúság szellemét kaptátok, ti vagytok az örökösök.
Na, itt álljunk meg, hogy milyen nagy üzenete van ennek. Nem vagy fiú, csecsemő, keresztény vagy, ha nem születtél újjá, nem jutottál természet fölötti hitre, nem tudod átvenni az üdvösséget, amit ingyen megkaptál, mert testi maradtál és lelki keresztény. És akkor igaz tanítás hallasz, ott benne a lelked mélyén dühöngsz, mert bánt téged az igazság. Miért is? Nem veled van a baj, abban a démonnal, aki benned van. És fel kellene ismerni, hogy igenis szükség van szabadító szolgálata ördög üldésre, amit Jézus is csinált. Ördögöt üdött, halottakat támasztott, betegeket gyógyított és tanított. És ugyanezt csinálták az apostolok. Mi is igyekszünk ugyanezt követni, amit a Szentírás tudósít nekünk. Ábrahám hite nélkül nem lehetsz Ábrahám örököse, nem örökölheted azt, amit Isten Ábrahámnak ígért, ha azonban Ábrahám hite van benned, örökölheted mindazt, amit Ábrahámnak megígért az Úr. Mert Ábrahám örökösei vagyunk akkor. Ha Isten fiaival váltunk, arra a természet fölötti hitre jutottunk, akkor betöltekeztünk Szent Szellemmel. Mint hangsúlyozom, nem véletlenül hangsúlyozom, nem kundalini szellemiséggel, amivel az egyház és a gyülekezetek be vannak töltekedve. Mondhatod azt, hogy a Földön élő minden ember csoportot meg fog áldani Isten azáltal, hogy elfordítja őket a bűneiktől. Oda mehetsz Istenhez hit által, és mondhatod, Uram, megragadom a városomban élők közösségét és az egész magyar nemzetet. Amen. Amen. Mert hittel, hatalommal szólod ki az igét, annak foganatja lesz. Tanúbizottságot teszek. Hát ritka volt az a személy, akinek nekiálltunk Jézusról beszélni, és ne fogadta volna be az Urat. Nem nagyon volt. És az a legutóbbi mondjam, ami egy pár napja történt. Reggel elvittük az autót a szerelőhöz, mindkét szerelőt megtérítette az Úr rajtam keresztül. Mindjárt reggel 8-kor elve indult a nap. Mind a kettő a befogadóimat mondta is. Jó, ettől még nincsenek a mennyországban. Tanítani kell, pásztorolni, bűnmegvallást tenni, kiűzni az ördögöt. Hitte hatalommal átvenni az üdvösséget, Szent Szelleme betöltekelni. Nem dőj hátra. Ja, ki hallott ilyet? Hát ezt halljuk persze éppen nyomon a sok vezető szájából. Dőj hátra, majd mi jó, megkötözünk kész, és dőzsölünk a pénzeddel. Sajnos ez van. Római levél 8. fejezet 14-es igevers ezt írja. Akiket Isten Szelleme vezérel, azok Isten fiai. Testvérei! Ha te kundalini szellemmel vagytok betöltekedve, a mammon szerelmesei vagytok, akkor benneteket ki vezérel? E világ Istene. És ez a vezetőknek szól. És sok-sok bálánynak, hogy ébredjen föl, én éppen szaladj ki onnét azért, hogy ne kapja az ő csapásaikból, mert Isten meg fogja rázni ezt az egyházat, gyülekezeteket, mert a pokol útját járják. Ha emberek elkezdenek hitre jutni különböző dolgok felől, felszabadítja Isten arra, hogy a hitükön keresztül valóra váltsa a szavát. Magyarul Isten kimondta, és a te hiteden keresztül valóra válik. Amen. Ennyire kell lesz te is üdvösséggel is, ember. Mi az, hogy hátradőlsz? Hát ne maradjál úgy, mert a pokolba vezed észre magadat. Hanem a te hited által veszed át azt, amit már megkaptunk Istentől. Nagyon fontos a hit. Hit a legfontosabb, az egy kulcsa. Ez egy kulcs. A Bibliában, mert enélkül semmi sincse. Se üdvösség, se semmi, semmi, se semmi. Isten se ismerted meg, Isten fia se vagy, itt sorolja az ige, mondja, ugye? 1 Péter 1.9. Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Éritek el. Szóval itt nagyon nagy harc van. Ugye már megint harcolni kell ezért a hitén. Miért is? Hogy a lelkem is megmeneküljön, üdvösségét nyerje. Le van írva a Szentírásban. Ezt nem nagyon tanítgatják.
2 Timóteus levele 1:6 ezt írja, gerjesz fel Isten kegyelmi ajándékát. Hát neked fel kell gerjeszteni. Szent Szellem által. És az ige behatol a szívedbe, és az végzi ott a munkát. Ezt hittel cselekedetekkel tudod felgerjeszteni. Olyan ez, mint a bicikli. A generátor együttesen működik, és a fény lesz belőle. Nekem mindig a régi bicikli jut eszembe. Én tekertem, valamit kellett nekem is csinálni, ahhoz, hogy a dinamó termelt az áramot az égőnek, és fény volt. És ez most is így van, testvére, nem hátradőlik. Majd az Úr elvégezte, meg mit tanítanak a kegyelmesek? Hát ez már Jézus elvégezte a keresztván. Elhátad, ő már legyőzte, most már csak neked kell, hogy átvedd azt az üdvösséget. Mert az ördög még mindig itt van, azért vagytok ilyen démonizált állapotban. És annyira meg vagytok kötödve, hogy föl se ismeritek az igazságot. Ezért vannak ezek a tanítások, ezeket az igéket szívlejétek meg, és ne csak most hallgass meg, egyszer vedd elő a Szentírást, és a Szent Szellem által próbálj meg elmélkedni rajta, és kérd az Urat, hogy szabadítson meg tégedet, mert az ige azt mondja, hogy az igazság szabaddá tesz. Igazságra kell, hogy jöjjetek, akkor tudtok kijönni a megkötödöttség alól. János Evangélium a 14-es fejezet 12-es ige verse ezt írja, aki hisz én bennem, nagyobbakat is cselekszik, mondta Jézus. Szóval amikor már hited van, kérdele Jézustól, nagyobbat cselekszel. Jársz a vizen, leállítod a forgószelet, fölébreszted a halottat, és mindenki meggyógyul körülötted. Jó? Ettől nagyobb van. Még nagyobb van, és ezért már imádkozhatunk, mert ez már kint van, ki van mondva, szellemiekben már megvan, de még nem érzékeljük. Mert még arra a hitre, csurdoltig Szent Szellemmel betöltekedve nem vagyunk, és az egység kolóniában való lakozása, apostolok egysége, majd akkor fogja az Úr az egységnek az erejét ránk árasztani, és olyan erővel fogunk rendelkezni, emberek nem mennek közénk jönni, mint hogy a Pál apostolék közé se mentek, mert olyan erő volt. Elkezdtek imádkozni, míg az ég is megnyílt. Ez fog bekövetkezni, de nem a kegyelmesek között. Ezért mindjártunknak tenni kell valamit, de ám erősen harcolni a hitnemes harcát. Ez a feladat itt, ez a kulcs. Hát persze nem tetszik nekik, milyen jó volt, ma 30 éve hátra vannak dőve. És az ördög maga lekötözte őket, hogy nem akarnak semmit se, de így jó, hogy van. De testvéreim, ébredjetek, mert az a pokol útja. Máté 17:20 ezt írja, kik hisznek, gyógyítanak. Na látod, miért nincsenek gyógyítások a gyülekezetekben? Mert hitetlenek a pásztorok is, meg a bárányok is. Semmi gyógyítás nincs. Csak kundalini röpködünk, zsóműsor. És a hegy az a probléma, az a te betegséged, mikor mondja, hogy a hegy beugrik a tengerbe. Az mindenkinek maga problémája. Itt a hatalom imádkozó nincs is. Az Úr félre tolta. Hát hiszen azt mondja, érsz ajtókot, levelem, vazárakat leütöm, megyek előtted. Az Úr megy előttünk. És jelek és csodák fogják követni. Azt a hittel betöltekedett keresztényt, mert aki hittel betöltekedik, az maga rendszeremmel töltekedett be. Halleluja, dicsőség neked, Uram! Márk 16:17, figyeljetek! Akik hisznek, ördögöket űznek. Nem a sok sarlatán, akik itten csinálják a sóműsort. Az ördög egymás tetejére esnek, meg stb. Meg tapsikolnak mind a hízott turkok, és közben az ördög útját járják. Hanem akinek igazi hite van, az ördögöt űz, és az ördög kitakarodik az életéből, és megújul az élete, és jön az áldás. Ilyet sokat tudnak mondani, de nem teszek tanúbizonyságot, mert reggelig tudnám mondani. Az Úr dicsősége nem az enyém. Hogy életek változnak meg, némely házasság is rendbe jön. Jakab 1:8 ezt írja, kételkedő minden útjában állhatatlan, utálatos az Úr előtt. Kétekeztő, mikor jön egy ége, csak olvasom. Na vajon,
Na vajon nekem így lesz-e? Ha jó, van, úgy legyen, mikor imádkod, úgy legyen, ha már kész, elvágta az imádat. Ő maga, aki imádkozta. Hit és a cselekedetek együtt kell, hogy járjon, ami azt mondja, István esete, Abcsel 6-8 ezt írja, hittel és erővel nagy jeleket, csodákat tett. Szóval benn volt a hit, Szent Szellemmel újjászületve, nagy jelek és csodák követték. Mindjárt is végezték, persze ez a farizeusoknak nem tetszett, mind ahogy most sem tetszik nekik az igazság. Jakab levele második fejezet 17-26 írja, hit halott cselekedetek nélkül. Há, milyen hited van neked, ha te ott tűz, dő hátra? Hol a cselekedet? Mert a hited van, a Szent Szelleme betöltek, ezt a Szent Szellem meg nem altatám. A kómaság szellemével tele van a egyház meg a gyülekezet. Kómában vannak, minden jó. És közben a pokolban vannak, már lent, de nekik jó minden. Ez az állapot. Ez olyan, mint a kábítószer. Jelenések 20.12 ezt írja, megítéltetnek a cselekedeteink szerint. Efézus 1.13 ezt írja, akiben hittetek is, megpecsételtettetek, ígéretnek a ma Szent Szellemével. Mert akik hisznek, az Úr megpecsételi a szellemvilágba, és ahhoz az ördög nem nyúlhat. Ez olyan, mint mikor mondták a Mózes idejében, hogy a félfát megkenne a vérre, és az ördög ahhoz nem nyúlhatott. Na így vagyunk mi is, mikor hitre jutunk, Szent Szelleme betöltekedünk, Isten megpecsételi a dövéit. És mikor jönnek a csapások, érdekes, azokkal semmi nem fog történni. Emberek meg fognak elhullani. Mert nincsenek megpecsételve. Itt írja a Szentírás. Római Levél 10. fejezet 8-as 10-es ige verse írja, száddal tégy vallást a hitedre. Nagyon sok keresztény volt, aki keresztény volt, mert elvitt apuka meg anyukőt reggel, jött a pap hideg vízzel, meglocsolt a csecsemő, jó csít, de egy biztos nem szabad akaratból mentem, meg sem mit szólani. És ő azt hiszi, hogy keresztény. Hát Orbán Viktor is ezt mondja, hogy keresztények vagyunk, azt lopunk, csalunk, hazudunk, az se igaz, amit kérdeznek. Keresztény. Keresztény, tényleg, ezek a keresztények egyébként. Ezek a keresztények, jól látja a nagyvilág, hogy a keresztények ezt teszik, ezek ilyenek. Egymást elárulják, egymást a tücsköt bogaracolnak. Hát akkor nekem ez nem kell, mondták már sokan nagyvilágiak, jól látták. Csak itt másra szól a Biblia, azt mondja, hogy hívő légy. Hívő, nem keresztény. Hívő. Ha te eléred ezt az állapotot, akkor te az Úrnál vagy, és az Úr parancsol neked, és az Úr szól, hogy ugorj! Te megkérdezed, hány métert, Uram? Ez a hívő. Mert most nincs kedvem Isten tiszteletre jönni, mert most megdöglött a kutyám. Nem megyek. És itt tovább. Szeretet által munkálkodik a hit. Na figyelj, Galatát. Szeretet által munkálkodik a hit. Szent Szellemmel betöltekeztél, lobog a szívet, hogy kimenj azokat elérjed, akik még a nagyvilágban vannak, hogy megmeneküljenek, mert már szeretet van benned, mert már te hitre jutottál, hitre meg úgy jutott, hogy Szent Szellemmel betöltekeztél, maga a szeretet, erő, békesség, minden. Szent Szellem. Halleluja, dicsőség az Úré. Galata 5. fejezet 6-as ige verse. Újuljon meg a ti elmétek szellem szerint. Efézus 4.23 írja. Magyarul a Biblia tisztítsa meg a te elmédet. De szellem által. Hogy ne csak az elmédbe jusson be, hanem teljes tisztulást csinál a Szentírás benned. Római Levél 12-2 fejezete ezt írja, ne szabjátok magatokat e világhoz, változzatok el a ti elmétek megújulása által. Az már jó dolog, ha fogod a tévét, azt kidobod így. A sátán ládáját. Mert abból csak fertőjön. Az már jó dolog, ha jutottál idáig. Na de sok keresztény azt látom, hogy a politikába belefolyva,
tücsköd bogarat szólnak a vezetőkre, és még nem újult meg az elvéjük ahelyett, hogy áldanák őket. És ha az újra, megújul az elmér, akkor teljesen másképp tudsz gondolkozni Szent Szellem által. Máté 5.13 ezt írja, ti vagytok a Földnek sói, ha megízleltetik, kidobják, semmire sem jó. Ez olyan, mint az étel. Akkor sótlan milyen rossz, igaz? Pedig amúgy még milyen finom lenne, nem? Minden benne van, csak a só hiányzik. A lényeg. Nem véletlenül mondja. Kidobják, semmire se jó. Só, tűz, ami a Szent Szellemtől van szintén csak. Kolossé levél is ír, 4. fejezet 6-os ígérete, mi vagyunk a só. A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezve. Nem nyavargás, nem sírás testből. És akkor utána szutyorgunk kettőt, nyavargunk egyet. Megesszük a kis sütit, de jó kis alkalom volt. Miről is beszéltek, nem emlékszek rá, de nagyon jó volt a sütemény. Mert be sem megy neki. Római levél 18-19, mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiait. Hangsúlyozom ki, az Isten fiai letisztáztok, ugye? Aki újjában szeretve, születve és hit által van már újjászületve, hitnemes arcát megvívta, ő Isten fiai, ezeket várja a nagy világ. Mert minden bajuk van már nekik is. Reggeltől estig űzik, kergetik a pénzt, de rájönnek, mikor megvették az újabb utót, már következő napon úgy ül bele, mint ha már egy éve megvolna. Kész, semmi, megy tovább, megint valami újat kitalál az ördög neki, vegyünk egy új víkendtárnak, menjünk el Angliába, menjünk el Görögországba, mert keresik az igazságot és a szeretetet, ami nincs bennük, mert senkiben sincsen szeretet, akiben nincs meg a Szent Szellem. Csak a Filemó szeretet, az egy testi szeretet, az azt jelenti, hogy az igazságot benyomom neked az arcodba, fölháborodsz és mindjárt haragszol rá. Na ez a testi szeretet. Mert az ördögnek nem tetszik az igazság. De aki Szent Szellem által van betörtekedve, az meg még meg is tudja köszönni. Hát igen, köszönöm szépen, ez tényleg bennem is ott van. Ez az ördög. Ki kell lőzni. Szóval ezt várják a Isten fiait. 2 Péter 3.16 ezt írja. Tudatlanok kiforgatják az igét, tudatlanok, álhatatlanok, elcsűrik, csavarják, mint egyéb írásokat is maguk vesztelje. Ezek a kegyelmes tanítók, ezek a kundalinisok, ez az egész Vatikánnak a zsinagógája, akik mind alatta vannak, és a kisegyházak is, akik fejkóta véget eladták a lelküket, ezek mind a tudatlanok, és kicsavargatják, mert már a sátán és annak csapata, az ördögök vannak az ő edényükben. 1 Timóteus 6.4.5. Felfuvalkodottak, szóharban szenvednek, Isten félelmet nyerészkedésnek tartják. Szeret az Úr, szereti az Úr, a jó szívű alakozott, igaz, le van írva. De ők ezt azért tanítják, mert ebből a pénzből általában dőzsőnek járnak kifelé, kriszpásztor, egyebek bejárják a világot, a bárányok pénzén, azok meg bennek a pokolba, persze ők is, ha így maradnak. De ezek a tanítások mind azért szólnak, hogy szívlejétek meg, ellenőrizzétek le az igéket, és menjetek az Úr elé, mert Isten szeret benneteket. És mi is imádkozunk, értetek. 2 Timóteus levél 4.3, 4. fejezet 3-as igeverse. Mert az igaz tanítást elhagyják, és keresnek kívánsági szerint tanítókat, mert viszket az ő fülük. Az igazság nem kell nekik. Hát ez fölháborítja őket. Hanem az kell, ahol csurgatják a mélyet. Szeret az Úr! Így szeret, úgy, nem baj elváltál, ha szeret az attól tégedet. Nehogy elképzelhette azt Isten, annál jobban szeret, hogy hagyja, hogy te szenvedjél, már előtte fölvisz tégedet. És így becsapja, mint akár a Zsós Pétert is. Kétszeres elragadtatás. Előtte is lesz, meg majd még menet közben is. De mi már abból nem kapunk, már jövő héten várjuk az Urat, tehát ez banális sötétség, tehát a Szentírás leírja, mikor fog jönni. Csak a napot és az órát nem tudjuk, azon kívül mindent.
abban az Szentírásban. Na akkor mégiscsak egy becsapott állapotban vannak, elé vannak ezek a sok hamis proféciák, ami terjeng ugye az interneten, és abból nem fele még a negyedese igaz. Na az igaz profécia beszokott teljesedni, mert az úrtól van, de amit itt Magyarországra ezek itt kinyomtak, beleértve a Péter is, ami mellé állt a Sólyom Albert mellé, meg amit a nagyvilági, nagymenő proféták mondtak, semmi se jött be Magyarországra. Se a tavalyi évre, se a tavaly előttire. Milyen ébredésről beszéltek ti? Az az ébredés, ha most utána néztek ennek, szentszerűen megérint benneteket, és fölébredtek, hogy ott vagytok a pogon kapujánál. És ki akartok jönni? Na ez lesz az ébredés. Ez az ébredés. János 8.32. És megismeritek az igazságot, igazság szabaddá tesz benneteket. De ezeket az igéket meg kell szívlelni, nem berágni, hanem elővenni a Szentírást, és ezen élve Isten meg fogja érinteni még a bűnösöket is. Mert azt akarja, hogy megmeneküljenek ők is. Mert csak hitáltal van az üdvösség. Abcsel 13.39 ezt írja, és mindenekből, mikből Mózes törvénye által meg nem igazultatok, ez által mindenki, aki hisz, megigazul. Szóval Mózes által nem lehetett megigazulni. Meg Old Testamentum által. Hanem most meg lehet a Szent Szellem által. Róma 3.28. Az Úr, tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, törvény cselekedetei nélkül. Szóval hited által igazolsz meg, a hited által tudod átvenni az üdvösséget, amit ingyen kaptunk, csak a hit tud megmenteni. Nincs üdvösség. Pakol. Galata 2.16. Tudván azt, hogy az ember nem igazol meg a törvény cselekedeteiből, hanem Jézus Krisztusban való hit által. Mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk, Krisztusban való hitből, és ez nem törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedetei nem igazul meg egy test sem. Szóval aki nem jutott Szent Szellem által újjá születése, Nikodémus esete, nem látja meg a mennyek országát. Akkor hova kerül? Két utat tudunk, nem a arany középutat, amit ezoterikusok tanítanak, hanem azt tudjuk, egyik pokolba vezet, a másik meg a mennybe, és ma Jézus ezzel kezdte, hogy sajnos a széles úton járnak, meg sem ismerték a szűk keskeny utat, ami a mennyek országába vezet. Ez a nagy baj, és ezért szólnak ezek a tanítások, hogy ébredjetek fel. Galata 3.2, 3. fejezet 2-től 7-ig elolvasom, ami ezt mondja. Csak azt akarom megtudni tőletek. Törvény cselekedetén kaptátok-e a Szent Szellemet? Avagy a hit hallásából? Mi a válasz? A hit hallásából. Törvény által nem kapsz Szent Szellemet. Galata 3.3. Ennyire esztelenek vagytok? Ami szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be? Kinek szólt ez? Annak a sok bárának, aki valamikor befogadta valóban az utat, és a Szent Szellem megérintette őt, és ezerre leindult, de a tűzoltó pásztorok belé nyomták ezt a tüzet, és lelangyították. És innétük kezdve testi keresztények van. Az a kis szikra is ki lett tölve belőlük. És ebben igen nagyon tűzoltó pásztorok részt tudtak ebbe venni. Aki sokat ugrált, azt leütették. Galata 3.4. Annyi szenvedtetek hiába, ha ugyan hiába, annak okáért ki a szellemet megszolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek a törvény cselekedeteiből, vagy hit hallásából cselekszié. Miképpen Ábrahám mit is tennek, úgy tulajdonított nekik az igazságot. Szóval én hiszem, és igazzá válok. Értsétek meg tehát, hogy kik hitből vannak, azokat Ábrahám fiai, értsétek meg tehát, ha hitből vagytok, akkor ti vagytok az Ábrahám fiai, ha nem, nem vagytok fiak. Nincs mennyország. Nagy a tét. Már 16-16 ugye vannak, akik nem hisznek, mi lesz velük? Aki hiszen megkeresztelkedik, üdvözöl. Egy konkrétan le van írva. Akinek van hite, Ábrahám fia lesz, az megkeresztelkedik és üdvözül. A
akinek van hite. Nincs még vége ennek a ígéversnek. Már 16-16. Üdvözül. Aki pedig nem hiszen elkárhozott. Testvéreim, ehhez nincs mit hozzászólni, ezt nem is tudom. Aki agyilag sérült, az nem tudja ezt megérteni csak. Akinek van hite, üdvözül. Akinek nincs hite, immár elkárhozott. Nagy a tét? Nagy. Nagy. Ez a kulcs a Bibliában. Beszélhetsz te bármit, tanulhatsz, tudhatod az utolsó időket, persze pontossága, de azt is tudod, pokolba fogsz kerülni, ha hitnemes arcát nem vívtad meg. Itt mondja a Szentírás, vésd az észbe. Márk 16.6. 16.16. Jézus szavai. Jézus szavai. János 3.18. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik, figyelj! Ugyanazt mondja máskor. Ki pedig nem hisz, immár elkárhozott. Immár elkárhozott. Mivel, hogy nem hitt az Isten egy szülött fiának nevében. Amen. Amen. Csak akkor nem beszélve azok, akik Jézus nem ismerik el, hogy Isten fia, minden a tadvált, ez a rózsika, aki itt volt. És a csapata, és a csapata. Bizony. A pokol emberei ezek. És Magyarországon dőzső telette. Ilyen sötétséget hallom. Sötétség. Júdás együtt ezt írja. Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mikik egyszer már tudjátok, hogy az Úr, mikor a népet Egyiptom földéből kiszabadította, viszont azokat, akik nem hittek, elvesztette. Elpusztult 23 ezer ember egy nap alatt. A hitetlenek elpusztultak. Most is ez lesz nekik a sorsuk, akik nem hisznek. Igen. Elpusztulnak. Halleluja. A hit halott cselekedetek nélkül. Beszéljünk erről is, mikor már hitre jutottál, mit fogsz csinálni? Cselekedni akarsz. Nem azért, mert én mondom, vagy egy pasztor, hanem magadtól örülsz, hogy mehetsz. Ezt írja Jakab, második fejezet, 17-24-ig. Azonképpen a hit is, ha cselekedetek nincsenek, meghalt önmagában. Helyek a mostani kereszt, hiszen Istenben, hiszek, életében egy legyet se térített meg. Hiszen Istenben, hiszek. Csak akkor minden nap berúgik, meg pöfékel, meg annyira hisz Istenben. Hogy meg Isten félelemre se jutott. Menjünk tovább. De mondhatja valaki néked, hited van? Nékem pedig cselekedeteim. Mutasd meg nékem a te hitedet, a te cselekedeteimből. És én fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Szóval egyik a másik külön nem is tud dolgozni. Van, aki kimegy cselekedetni farizeusi módra, hogy mondhassa azt, hogy kim voltam az utcán, de esze ágában meg nem érdekel, hogy ki vészel, meg ki nem. De ő kim volt, mondhatja. Szóval nem hittel tette. Aztán van, aki nagyon hisz, hiszen. Jössz velünk evangelizál? Hát most nem érek rá. De hiszen Istenben? Hiszek. Ha bárhogy, és akkor még életében nem volt ki. Annyira hisz. Hát a hit maga a Szent Szellem, és ha te hittel betöltekedel, Szent Szellemmel töltekeztében agapé szereteted lesz, örömmel mész kifelé, hogy megtérjenek az emberek. Ezért a hit halott cselekedetek nélkül. És közben a kegyelmesek tanítják, hogy nem kell cselekedni, nem kell, ha semmit se kell, csak a kosárba szórjad a pénzt. Menjünk a pokolba együtt, ezt már nem teszik hozzá. Te hiszed, hogy Isten egy. Jól teszed. Ördögök is hisznek és reszketnek. Ha még az ördögnek nagyobb hite van, mert ennek a keresztények nem reszketnek semmitől, se nem félnek Istentől. Ha legalább az ördög fél az Úrtól. Megtérni sose akar igaz. Ha de ezek se. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember? Igen, mondja. Akarod-e tudni, te hiába való ember? Olvasom az igét tovább, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Ha te ott ülsz a padokon, és a vendég szeretetet szereted a kis sütiket megenni, és jókat pletykálkodni a gyülekezetbe,
és kipletykálni azokat, akik cselekszenek is valamit, és az igazságot hirdetik, akkor te itt vagy-e hiába való ember. Ez már kemény szó. Folytatom tovább. Hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Hiába mondod, hogy te hiszed, te hiszed, te hiszed, azt ott ütök több százal, és bálványozzátok a pártot. Az meg összeszedi a pénzt, és 10 perc van, ma ott sincs a gyülekezetben. Ennyire szereti a bárányokat. Avagy Ábrahám, a mi atyán, nem cselekedetből igazult te meg? Felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? Komáké és a kezébe volt, és a saját piát leszúrta volna. Ilyen hite volt Istenben. Itt kezdődik a hit. Itt kezdődik a hit. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott a cselekedetekkel? Nem lehet szétválasztani. És a cselekedetekből lett teljessé a hit. Cselekszem, és egyre nagyobb hitem van, mert be fog következni. Imádkozok hitte, hatalommal kiűzöm az ördögöt, betegség szellemiségét meggyógyul. Sturbózik a hit bennem. Halleluja, és alig vállal meg, hadd imádkozzak ilyen emberé. De először az ördögöt kiűzök mindig, mert van egy csorrev. És beteljesedett az írás, mely ezt mondja. Hit pedig Ábrahám Istennek, és tulajdonítatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Amen. Mi is ezek leszünk, így folytatjuk, Isten barátja. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Szóval hit cselekedetek nélkül halott. Ez kéz a kézben jár. Drága testvéreim az Úrban, szeretném mindenkinek figyelmébe ajánlani ezeket az igéket. Ezeknek az igéknek egyértelműen az az üzenete, hogy üdvözítő hitre kell jutni, hogy ezt maga Úr Jézus Krisztus magyarázta a farizeusi főpapnak, Nikodémusnak. Hogy újjá kell születni szellemnek, léleknek, testnek. Az ördög hit senkit sem fog mennyországba juttatni, hiszen az ördög is hisznek, hogy van Isten. Természetesen mindnyáján tudjuk az írásból, hogy az üdvösség az ingyen van, de a mi igazunk, hitünk által születünk újjá, illetve születünk bele Jézus Krisztus szellemiségébe. Ugyanabba a szelleme, ami Jézus Krisztus volt. Egy vagyunk vele. Ez a szellem tűz, erő, hatalom. Nem nyöszörgés, nem nyavajgás, nem sírás. És nem félelem, mert nagyobb az, ki bennünk van. Írja a Szentírás, én meg elhiszem. Mert Isten nem ember, hogy hazudjék. Mert nem a félelem szellemét kaptuk, hanem a bátorság szellemiségét. Amen. Ezáltal lesz minden keresztény tűzzel betöltött keresztény, és őt fogják követni a jó cselekedeteik, ahogy Jakab levele is írja, hogy hit halott cselekedetek nélkül, mert aki már betöltekedett szemcellem, tüzével annak a kereszténynek cselekvő hite van, az menni akar, szolgálni az Urat. Nem kell ugdosni. Gyere már el velünk, a jó lesz az neked is. A baj van ottan. Ez a keresztény nem azért megy cselekedni, az evangéliumot hirdetni, Isten királyságát építeni, mert a farizeusi vallás megkövetelte tőle, hanem ez az újjászületett keresztény, mivel Szent Szelleme betöltekedett. Élő hite van Istenben. Tudja, hogy van, és azt is tudja, hogy benne lakodik az ő szívébe. Amen. Amen. És ezáltal szeretet van a szívében, és azért megy szolgálni, hogy minden ember menjen, minden embert megnyerjen Isten királyságába, ezeket a keresztényeket nem a langyosság jellemző rájuk. Ezek nem langyosak. Zsidó 11.1. A hit pedig remélet dolognak valósága, azok felől érzett bizonyság, és nem látott dolgokról való meggyőződés.
Meg vagyunk győződve, hogy Isten van, Isten teremtett a világot, Isten emberei vagyunk, és Isten lakodást vett bennünk Szent Szellem által. Amen. Halleluja, dicsőség neked, Uram! 1 Péter 2.24 ezt írja, aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a pára, hogy bűnöknek meghalván igazságnak éljünk, kinek sebeiben meggyógyultunk. Ha nem lesz te évekig beteg, meg a kórházba jársz, több más a gyógyszert megeszed, egy cikra hited nincs. Ördög csapdájába vagy. Ha tetszik neked, ha nem tetszik, és ezt nem rosszul mondjuk, az ördög hatása alatt vagy. Mert a gyógyulás már megadatott, szellemvilág bombban, csak már hitte el kéne venni. De nincs hit, mert emberekben bízom, orvoshoz mész, és azt mondja, a Szentírás ki emberekben bízik, átkozott. Átok alá kerültél. Nézd meg az igét, testvére. Nem tudok más mondani, csak azt, amit a Szentírás ír. Hittel kell átvenned, figyelj! Jakab 5.14 írja. Sider 5.16-os igenes. A beteg év valaki köztetek. Hívja magához a gyülekezet véneit, imádkozzanak fölötte megkenél őtolajjal az Úrnak a nevében. De hívből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, és a bűnt követett is el, megbocsátatik néki. Ez írja 1 János 1.9. Valljátok meg egymásnak bűneiteket, hogy megszűnjön a jogalapja az ördögnek, ki lehessen űzni, kitakarítjuk belőled, nem üvöltözöl, nem röpködsz, nem állsz be, hanem kimegy belőled, és utána jön a Szent Szellem. Ha hogy akarod te azt, hogy a Szent Szellem beléd költözön, olyan, mint a kólás üveg, telepeket előttjen. Azt először ki kell önteni, ki kell üríteni, ördögöt kitakarítani, és a Szent Szellem tiszteletébe beköltözik. És az majd mindig jön, te tágulsz, mindig jön, tágulsz, és már Szent Szellem által mész, mint egy bulldozer. Senki nem tud megállítani abban, hogy az Isten királyságát építsd. Amen. Amen. És tudod, ki megy előtted? A Szent Szellem. Meg utánad is, mögötted is, apró barró. Védelmet kapsz. Mert Isten fia vagy. 15-ös igevers. 16-os. Valljátok meg bűneiteket, amiről beszéltem, itt írja az ige. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak a buzgó könyörgése. Vald meg a bűnt. Mielőtt beteg a gyógyulásért szoktam imádkozni, először bűnmegvallást teszünk, meg kell neki tudni bocsátani, ki van űzve az az ördög, aki okozta a betegséget, és meggyógyul. Eltűnik a betegség. Halleluja, dicsőség az Úré! De ezt a Szentírás leírja. Ez nem az én bölcsességem. Csak Isten tanulmányoztatta a Szentírást, és Szent Szellem által kijelentette nekem, hogy csináljam. És én így csinálom, és nagyon működik. Mert szót fogadok az Úrnak. Amen. Amen. És az nem azt jelenti, hogy az ember van olyan langyos, hogy egy szót se szól, azt hiszik, ez már nagyon alázatos. Nem, az már langyos. Az már rég meg van kötözve, langyi. Langyi! Nincs tűz, nincs Szent Szellem, egy szikra hit se. És ezt szeretik a pásztorok, az ilyen langyikat. Akik semmit se akarnak, se csinálni, se semmi, csak a kosarat táplálják, mert a pénz az jól jön. Béres pásztorok, úgy hívja a Szentírás. 1 János 1.9. Ha megvalljuk bűneinket, ő és igaz, megbocsát bűneinket, megtisztítson minket minden hamisságtól. Szóval mit mond az ige? Meg kell vallanod, hogy megtisztulja a hamisságtól, meg az ördögtől. Igaz? Másképp nincsen, másképp van sóműsor, nyavajgás, röpögés, hányás, büpögés, amit láttak a Magyari Lacinál, meg az összes egyházakban, gyülekezetekben, Krisz pásztor, Benin, ó, nem sorolom, mert reggelig lehetne sorolni. János 14.12. Kiki hisznek, nagyon csodákat tesznek mindén. Amen. Drága testvéreim, a gyógyulásról bővebben írok az első könyvemben. 1 Tesztonika 5.23-at felolvasom nektek, hogy milyen nagy a tét, figyeljetek csak ide. Maga pedig békesség Istene szentelje meg titeket mindenestől.
és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek, testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Mit mond el a Szentírás? Szeplőtelenül meg kell állni a szellemnek, szeplőtelenül meg kell állni a léleknek, de szeplőtelenül bűnmentes a testnek is. Mert másképp nincs mennyország. És szent hármasságban, és nincs szent lélek, hogy ez a farizeusiak tanítják. Nincs szent lélek, hanem szent szellem van. Atya, fiú, szent szellem. És az ember mi bűn van? Szellem, lélek, test. Itt írja az 1 Tesztonika 5. fejezet 23-as ige verse. Miért kell mindezt tenni, ami már elhangzott, de odalapozok 1 Péter 1.9 levelére, ami ezt mondja, miért kell a itt nemes arcát megvívni mindenkinek? Ezért 1 Péter 1.9. Mivel eléritek a hit célját, a lélek üdvösségét. A lelkedért megy a harc, és a te hátradőté, langyos vagy, az ördög már megkötözte a lelkedet, meg a betegséggel, meg a bűnön keresztül, és ő fog érted jönni. Mert mikor Jézusé jöttek őtet elkapni, azt mondta a tanítványának, jönnek értem ám, de én benne nem találok fogást. Nem is találtak ez a mi szerencség. Ezért van az üdvösség ingyen, de nekünk is ilyen makulátlanak kell lenni, mire jön Úr Jézus. És az idő közel, testvérek. Idő közel van. Nehogy azt higgyétek, hogy itt 20 évek vannak, nincsenek. Prédikátor 12.7. Fölolvasom, testvére. Halleluja! Ami ezt mondja. Mielőtt a por földé lenne, mint az előtt volt, szellem pedig megtérne Istenhez, aki adta azt. Na de 1 Korintus 5.5-öt is meg kell ám néznünk, hogy mi újság van ebben a szellemmel. 1 Korintus 5. fejezet, 5-ös ige verséhez odalapodok, felolvasom nektek, testvéreim, mert itt nagyon nagy tét van, és a hit nemes harcában van a kulcs. Olvasom, ti és az én szellem a mi Urunk Jézus Krisztusnak tevében egybegyűlve, mi Urunk Jézus Krisztus hatalmával. Átadjuk az ilyent a sátánnak, a testnek vezedelmére, hogy a szellem üdvözüljön Úr Jézusnak a napján. Szóval bűnös emberek ki vannak szolgáltatva az ördögnek. És az Úr a csapásokat rá fogja mérni azért, hogy fölébredjen, és a szelleme legalább üdvösséget nyerjen. Mert fölmegy az, de hova nem tudjuk. Az írás erről nem tesz tanúbizonyságot. És valóban egy ige verssel bezárom, 1 János 5.4-jel. Halleluja, dicsőség neked, Uram! 5. fejezet, 4-es ige verse ezt mondja. Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot. A levilág Istenét az ördögeivel együtt. Amen. És az győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Amen! Amen, amen, testvéreim! A mi hitünk! Ha te nem jutsz hitre, testvér, pokolba végzed. Ha nem jutsz hitre, elkárhozol. Így a Szentírás. Ha hitre jutottál, szent szelleme betöltekedel, újjászülettél, és át tudod venni az üdvösséget, amit ingyen kaptunk. Mert a testi, lelki keresztény sosem tudja átvenni. Drága testvéreim, örülök, hogy ilyen türelmesek voltatok hozzám, és nagyon szépen megkérlek benneteket, hogy mindezeket az igéket tanulmányozzátok, mert ez a kulcsa az üdvösségünk. Tudhatjuk mi az utolsó időket is, de úgy járunk, mint a balgatag szűzek. Itt maradtak. És azt is tudjuk, hogy utána Isten haragja töltetik ki, földnek 3 része tűzbe vészel, víznek 3 része tengerekbe alatt minden elpusztul,
És az ivó víznek három része keserű lesz. Nem akarok itt maradni. Én ezen munkálkodok, a hit nemes harcát megcselekedjen. És tapossuk Lukács 10.19 szerint, kígyókon, skorpiókon tapossuk, és nem árt tékünk. Mert mi a bátorság szellemét kaptuk. Amen. Amen. Ezt szeretném, drága testvéreim, mindjárt erre a hitre, ettől sokkal nagyobb hitre jussatok, és jelek és csodák fognak követni benneteket, és az üdvösséget már is vettétek. Mert a Szent Szellem van a szívetekben, és ti akarni, akartok lépte nyomó szolgálni. És ez is egy szolgálat volt felétek, ez a tanítás szolgálata, Isten esze ezt a szívemre, hogy én erről tanítsak. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Könyv. Isten áldjon meg benneteket, de még ezt a pár könyvet szeretném bemutatni, ami Isten által íródott. Először Úristen a te gyógyítód, ez az első. Mikor 5 éven keresztül Isten tanulmányoztatta velem a Bibliát, hogyan kell gyógyítani, hogyan gyógyított Jézus és a tanítványai, én is annak alapján elkezdtem, és gyógyultam. Meggyógyult a rákos beteg. Új szíve lett a nélinek. Hajtaganat ettünk. Törött kéz kinyúlt egy imádságra. Ahogy dicsőség az Úr, ez működik. És akkor Isten indítatására megírtam ezt a könyvet. De sok embernek nem tetszik, mert le van írva, akiben ott a hitetlenség, az nem tud gyógyulni. A második könyv, amit Isten vezetett a szabadító szolgálaton keresztül, hogy azt hogyan kell csinálni, az ördögöt űzni, először bűnbánatra jutni, fölismerni, megvallani és kiűzni azt az ördögöt, aki okozta a bajokat, a betegséget, minden csapást. De mielőtt bemész az erős áldába, megkötözött. De nyilván csak az űz az ördögöt, aki a szellemvilágban siteles. Azaz ott már győztesen kijött. Mert nem lehet becsapni a szellemeket. Az ördögöt sem. Az átok felismerése. Ezt írattatta velem Isten, és mi ezt a szabadító szolgálatot évek sor alatt csináljuk. Dicsőség az Úré. Ez a második. Sok személynek már hasznos volt, akik elolvasták, szellemi feltérképezés. Ez azért íródott, mert minden városnak, minden nemzetnek, minden falunak van egy szellemisége, ami leuralja a népeket, ugye, akár részben a katolicizmus, meg a egyházak, ugye, a sátán zsinagógájában vannak, azt mondja a Szentírás, a parázna asszony, ez a katolicizmus, Vatikán, és a parázna lányai, az meg a többi egyházak, akik alatta vannak. És ez mindegy szellemiség. A vallásosság szellemisége. A vallásosság szellemisége, a gyilkosság van benne. Mind ahogy régen keresztes hadjáratokat a papok megáldották a kardokot, meg a fegyvereket. Most se jobb a helyzet. Csak nagy állarc van, csurog a méz, ahogy mondja a Ferenc pápa, mi szeretünk mindenkit, a szeretet sokkal nagyobb, hogy mi különbséget tegyünk, és a homokosokat is szeretjük, hát hiszen nem vagyok én Isten, hogy megítéljem, mondta Ferenc pápa. Ne mondom neked, aki még egyetért a bűnnel, az is bűnös, megy a pokol mélyére. Mint hogy a Ferenc pápa is ott fogja végezni, ha így marad. És ez a szellemi feltérképezés, ez erről szól. Hol vannak nagy klubok, kábítószerelosztók, kocsmák, stb. Akkor ugye ezoterikus boltok, stb. Mert ezt végig is csináltuk, nem csak a szánkjár. És bezártak ezek a boltok. Dicsőség az Úré. Mert a szellemiekben legyőztük őket. Amen. Amen. És aztán utoljára ez íródott, építkezünk a kősziklára. Ki a kőszikla? Úr Jézus Krisztus. Na de azt látjuk, a gyülekezet a Jezabelra és a Kundalinire építkezett. Meg a vallásosságra, amit Jézus mondott a vallásos farizeusoknak, ti gyilkos atyátok, valók vagytok, kezdettől fogva. Erre építettek.
Hát ez össze fog roskadni, el fog égni, mint a posztorja. Mi meg építkeztünk a kősziklára, és Isten azért tirattatta levelem, ha valaki elolvassa, akkor döbbenjen rá, hogy mi is az a kőszikla, és hogyan lehet rá építeni. És aki erre épít, az a itt nemes arcát is végig bírja vívni, mert Isten vele van és segíti. Mert magunktól nem megy. Mi emberek gyengék vagyunk nulla. De Szent Szellem az erős. Az a Szent Szellem, aki bennünk van. Halleluja, dicsőség az Úré. Testvéreim, ezeket a könyveket meg lehet rendelni, akit érdekel. Én hiszem, hogy nagyon sokat lehet belőle tanulni. Most egy imával befejezem ezt a tanítást. Atyám, hálásak vagyunk neked, Uram. Kérjük, Uram, te indítsd a szíveket, Uram. Te indítsd mindazokat, akik ki vannak éhezve, és keresik az igazságot, Uram. Hogy rátaláljanak ezekre a tanításokra, Uram. Hogy üdvösséget nyerhessenek, Uram. A te dicsőségedre, hogy az igétben írod, dicsőségről dicsőségre rá tudjanak változni. És Atyám, mire jön Úr Jézus Krisztus, szeplőtelenül meg tudjon állnunk a testünk, lelkünk, szellemünk. Jézus Krisztus nevében, Uram, megáldom mindazokat, akik meg fogják nézni, Uram Istenem, hogy áldottak legyenek. És te adj nekik bölcsességet, Uram, hogy ezeket az igéket be tudják építeni a szívükbe. Jézus nevében. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattad. Amen.